Tiszteltel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Fél óra múlva kezdődik a Vion Aranyos Maród Dac mérkőzés, a Fortuna Liga alapszakaszának utolsó befejező mérkőzése, és hát mellettem Branya Lupták, aki a Dac mezében is villogott és szerepelt, és szerették a nézők. Sajnos most sérült, ugye azért nem áll rendelkezésre, meg eltiltott is, tehát duplán nincs a csapatban. Milyen mérkőzést vár? Takže Braňo, si zranený, na vyšení, Zakarty by si nemohol hrať. Za akými pocitmi očakávaš tento zápas proti bývalému klubu? Bojujete o život, Dac tiež o druhé miesto asi a možno, že aj o majstráka ešte. Takže aký zápas očakávaš? O jednom gole to bude? Tak, ja v prvom rade mrzí, že nemôžem nastúpiť proti Dunajskej, pretože som tam prežil pekné obdobie. A zápas očakávam, myslím si, že to bude o jednom gole, pretože ten terén tiež nie je úplne v ideálnom stave. A my potrebujeme body, Dac potrebuje body, ale keďže som v Lyone, tak verím, že to bude so šťastnejším koncom pre nás, pretože my tie body potrebujeme ako slovo. A my musíme zbierať body od zápasu k zápasu a verím, že dneska nejaký ten bodík určite získame. Először is ugye sajnálja, hogy nem játszhat, mert szívesen visszaemlékezik a Dunaszerdahelyi időkre, hát nagyon szép meccseket játszott ott, közönség is szerette, és hát ő is remekül érezte magát, hát ezt nagyon sajnálja. És hát egy gólos mérkőzést vár, és azt várja, mivel a Vion mezében játszik, hogy a Vion egy góllal többet lő, legalábbis. Egy szoros meccs lesz, és nekik ugye a életükért küzdenek, hiszen hát a sereghajtók, tehát úgymond a bentmaradásért, a Dacnak is szüksége van a pontokra, így éles meccset vár, és egy gólos különbséget, és reméli, hogy a Vion lő egyel több gólt. Nyehrányi Kalmár Zsolt, Líder Muszkva, azt nem hogy is úgy vír, Nyehra, Prevász, alebo akože jeho postava je podľa mňa rozhodujúca skoro v každom zápase, tehát Kalmár Zsolt sem játszik. Ovplyvní tento fakt výkon Dacu podľa teba? Tak my sme o tom veľa diskutovali, že Žolt Kalmar je taký ten líder v hre dunajskej, pretože prakticky, čo sme pozerali aj nejaké videá, tak tá rozohrávka ide všetko cez neho. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je to citeľná strata pre Dunajsku a ja verím, že možno nejaká tá výhoda pre nás. Ale zase myslím si, že Dunajská má dosť široký káder, aby ho nahradili a my sme sa na to pripravovali tak, aby sme sa vysporiadali s každou alternatívou, akú môže Dunajská mať, takže ja si myslím, že sme na to pripravení, či by hral Zsolt alebo nehral. Igen, tehát ugye Kalmár Zsolt is hiányzik sárgalapok miatt. Szerinte befolyásolja majd ez a Dac teljesítményet, hiszen egy vezéregyéniségről van szó, aki a különbséget jelentheti a két csapat között. Igen, elemezték Kalmár játékát. Valóban egy vezér, és hát minden támadás rajta keresztül indul, de úgy gondolja, hogy a Dacnak elég jó játékosa van ahhoz, hogy pótolni tudják akár ezt az érzékeny veszteséget is. Ďalší hráči pôsobia, bývalí hráči Dacu, Quinn Asanovič, a ich pozícia je teraz dôležitá, lebo v strede obrany hrajú, takže ďalšie pikantérie. Ako vnímaš tento faktor? Tak je pravda, že sme sa tu zišli viacerí, ešte aj Jakub Rašeň. A tak vravím, chalani, všetci, čo sme prišli, čo sme pôsobili v Dunajskej, zatiaľ hráme. Sú to pre nás určite posily. Hľadali sme nejakých hráčov aj na tie posty a ja si myslím, že to, že sme tam pôsobili a možno poznáme tých hráčov, aj keď už sa to tam dosť obmenilo, ale určite to má nejaké plus. A ja verím, že dneska sa proti svojmu bývalému mústvu ukážu a budú najlepšími na ihrisku. Igen, tehát ugye több volt Dac játékos is még játszik a csapatban. Quinn, Asanovic és Brašeň, ők alkotják a védelmet, tehát igazán fontos szerep hárul rájuk. Mondta, hogy nagyon nagy változás tekintenek a meccs elé, hiszen mindannyian a Dacban is eltöltöttek szép időt, tehát gondolja, hogy a kulcsszerepben lesznek, és a legjobbokat tudják nyújtani. Rosszobin Zairo Rossiho, potom prišiel
nový tréner s úplne inou filozofiou, s Gegenpressom, takže dneska očakávate tiež Gegenpress, aj keď hrá Dac vonku. Tak vieme, aký je ich štýl hry a my sme sa na to celý týždeň pripravovali, takže čakáme, že na nás vybehnú od prvej minúty, my s tým rátame a myslím si, že s tým istým štýlom chceme ísť aj my proste nemáme na čo čakať, my nemôžeme hrať vzadu a čakať, či nám niečo vyjde alebo nie, proste potrebujeme body, taká je situácia a my musíme všetko robiť preto, aby sme body získavali a preto musíme hrať aj my dneska útočne. Igen, Bruno Tachrossi időszakában szerepelt a Dacban, és Hibala érkeztével teljesen más stílust, a Gegenpresset alkalmaz a Dac. Ezt a Gegenpress stílust várja ma is, és azt mondta, hogy hát ezt várja, és hát ők is ezt fogják játszani, úgyhogy érdekes lesz, mert őt nem várakozhatnak hátul, és nekik is támadni kell, hiszen pontokat akarnak szerezni. Takže Braňo, daj sa čím skôr do poriadku, nech to stehno sa už lieči a bodaj by si nemal pravdu dnes, čo si typoval pred zápasom a po zápase sa stretneme. Ďakujem pekne a držím vás. Végül még elköszönést, azt mondtam, hogy javuljon a zombizma, minél korábban gyógyuljon meg, és hogy ne legyen igaza, mert ő egy gólos Lyon győzelmet ígért, majd a meccs után visszatérünk.